Gyorsított személyvonat indul Székesfehérvárra a harmadik vágányról. A vonat Székesfehérvárig csak keletről Budafok, Kastély, Park, Tárnok, Martonvásár, Baracska, Kápolnásnyék, Velence, Gárdony és Agád állomásokon áll meg. Kérjük, fejezzék be a beszállást! Sziasztok, én Krisz vagyok, és köszöntök mindenkit. Elkövetkezett az újabb videó, ami megint csak egy elhagyatottnak mondható helyről fog szólni, ugyanis eljöttünk ide Budapestre, a Vasút temetőbe, ami már majdnem 40 éve, hogy rengeteg vonat, gőzmozdony és egyéb szerelvények itt rohadnak már, úgyhogy érdekes lesz, nézzük meg. Szerelői műhelynek az átadását 1904. június 1-ére tervezték, ám megcsúsztak a munkálatokkal, így volt, hogy egy nap 500 ember is dolgozott azon, hogy készen éljenek, így 1905. májusában tudták átadni, ekkor át is gördült az első feldíszített vonat, ami 1150 ember tudott munkába szállítani. Az első és a második világháborúban is lebombázták, és még föl is égették a helyet. Az első világháború után ezt még tudták restaurálni, de a második világháború után már úgy döntöttek, hogy mivel kezd elavulni a gőzmozdony technológia, így nem újították föl. Egyébként rengeteg szerelvény van itt, amivel Auschwitzba szállítottak, meg különböző haláltáborokba szállítottak még zsidókat. Egykor ezen a telepen több száz ember dolgozott, volt itt kaszinó, volt itt fürdő, és ide köré építettek még egy lakóparkot is az itt dolgozó mávosoknak, és létrehoztak ide a telep mellé egy vasút megállót is, pont azért, hogy könnyebben be tudjanak járni dolgozni az emberek. A gőzmozdonyok korszerűtlensége miatt 1984-ben be kellett záratni a műhelyet. You can keep us both afloat when the lights die on the coast.
csak ennyi fért, de köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő videóban. Kész voltam, sziasztok!